Sziasztok, Miklár Oland vagyok, nézzétek ti is a Zene Show TV-t. Győztes gól, már csak 4 perc! A januári Európa-bajnokság után először találkozott a férfi kézilabda válogatott kerete. A hét elejé Szigetszentmiklósi edzőtábor után a hétvégén két felkészülési meccset játszik majd Németország ellen idegenben. A keretben két újonc, a tatabányai Bodó Rihárd és a balatonfüledi Bóka Bendegúz kapott meghívót. Ők elsősorban a tapasztalatszerzés miatt kaptak behívót a kapitánytól. Válogatottunknak a szezon végén Szlovénia ellen kell kiharcolnia a részvételt a jövő évi világbajnokságra, amit Katárban rendeznek. Ez az egy hét már az oda-visszavágós meccsekre készíti fel a válogatottat. A német együttes ideális felkészülési partner lehet a válogatottnak, a kiéledett küzdelem előre borítékolható, hisz legutóbb két éve egy hasonló páros felkészülési meccsen előbb a németek nyertek 3 góllal, majd másnap a magyarok győztek 1 találattal.